Balogh Imréné, bár a 7-es számú egyéni választókerületben indul, nem a körzet, nem szandaszőlős lakója. A jelölt azt mondta, pont emiatt vállalta el, hogy indul a képviselői pozícióért. A szandaiak nem ismerik, nem tudják az utcák merre vannak, nem tudják, hogy ki hol lakik, egy-két embert viszont határozottan tudják, hogy hol lakik. Sok ember még a saját szomszédját sem ismeri ezáltal. És én ezért is mertem elindulni, nem ismerek, nem ismernek, nem tudnak tőlem kérni azért, mert én szomszéd vagyok, vagy jó barát vagyok, és ezért mertem elvállalni ezt a részt. Balogh Imréné elmondta, aláírásgyűjtés közben több szandaszőlősi lakos problémáját is meghallgatta, erre szeretne megoldásokat találni. A munkáspárt képviselőjelöltje fontosnak tartja a rossz állapotú járdák javítását és azok építését is, hiszen elmondása szerint ez több utcában is hiányzik. Kiemelte a Karinti út problémáját, ahol a vízelvezetési gondokat kell kezelni. A jelölt szólt a délelőtti és délutáni órákban kialakuló forgalmi dugókról, valamint arról is, hogy a helyiek egy bevásárlóközpontot szeretnének a városrészbe. Több helyről hallottam, hogy egy olcsóbb, nagyobb bevásárlóközpont még el kellene szandaszőlősön, hiszen nagyon nagy városrész. Másik dolog, tudod, hogy egy lámpa nem oldotta meg a városba való be- és kijutást. Különösen reggel és délután 16-18 óra között, ezt mindenki tudja, hogy dugó hátán. Feltétlenül fontos lenne az elkerülő út megépítése. Balogh Imréné a buszközlekedésről is szólt, véleménye szerint szombaton és vasárnap ritkán járnak a buszok, ezen változtatna. Elmondta azt is, hogy sok a beépítetlen, elhanyagolt telek a városrészben, amiket értékesíteni, gondozni kell.